Köszönöm szépen, művész úr, hogy eljöttél. Milyen volt az utat Budaörsről, ha onnan jöttél? Isteni, a dugó-dugó hátán, de kaptam parkolóhelyet, úgyhogy... Hát akkor ez már csak... Jól sikerült, a vége jó volt. Egyébként azért kezdtem én azzal, hogy ha onnan jöttél, mert én úgy tudom, hogy... És nem csak tőled, hanem pályafutásodat figyelve, hogy ahogy divatos szóval mondják, szabadúszó vagy, de ez azt jelenti, hogy nagyon sok felé megfordultál, és a lehető legjobb helyeken, mert hogyha csak az jut eszembe, hogy a Pécsi Nemzeti Színház, akkor ez vonatkozhat Szegedre is, és éppen a múltkor olvastam egy hírt, hogy a Miskolci Nemzeti Színház is indítja az új évadot, ami, de hát mindenhol ezzel én nem mondok újat, és a nézők is tudják, hogy most mindenhol az újrafestés, az újraindulás és a behozott előadások pótlása, hát az nagyon jó dolog. Az egyik színházban például augusztus-szeptemberig végéig jegyet se lehet kapni, mert addig csak az elmaradt előadások mennek. Nálatok ez hogy van Budaörsön? Hát most éppen Budaörsön vagy azért. Most éppen egyébként onnan jöttem, hogy minden színház egy különös helyzettel találta magát szembe. Ilyenkor augusztusban mindenki pihen. És általában augusztus 20-a után valamikor összejön a színház, megtartja az évadnyitóját, és elkezdődik a munka. Most ez teljesen fölborult ugye a pandémiás helyzet miatt. Márciusban le kellett állni az előadásokkal, a futó előadásokkal, a futó premierekkel. Tehát most minden színház megpróbálja behozni egyrészt a kiesett időszakot, azokat az előadásokat pótolni, hogy aki akkor jegyet vett, bérletet vett, megkapja az előadásokat, valamint a félben maradt bemutatókat is tető alá hozni, és elindítani az évadot. Ez egy gyakorlatilag ma Magyarországon minden színház szokásától eltérően augusztusban elkezdett gőzerővel dolgozni, de én például Dunaújvárosban július eleje óta folyamatosan dolgoztunk, létrehoztunk egy előadást, aztán a most egy kis szünet, és akkor, tehát hogy mindenki, de azért is vannak bajban egyébként a színházak egy kicsit. Sok minden bajat bajban vannak. Sok mindent, mert ez az újraindulás, ez ugye minden színházat érint. Igen. És a színész egyeztetést végző művészeti titkárok bőrébe én most nem lennék. Hát, nagyon nem. Mert gyakorlatilag most megy a kardozás, hogy melyik színész hol ér rá, hova megy, és nagyon össze. Én megkaptam a szeptember-októberi műsorrendet, és hát azt látom, hogy egy nagy cikkázás lesz mindenkinek. Hát ez igen, mert hát azokon az időkön már elég régen túl vagyunk, hogy valaki stabil tagja egy kőszínházi társulatnak, és aztán ide-oda, ha van ideje, hát most már azért mindenki mindenhol dolgozik, és jó néhány színigazgató ezt már nem is tiltja, hanem azt mondja, hogy örülök, hogy az én művészemet viszitek máshova, és legyen ez akár sorozat is, igen, akár televíziós sorozat is, mert én úgy tudom, hogy azzal is foglalkoztam. Igen, voltam mind a két, nem mondok címeket, mind a két nagy kereskedelmi csatornán futó sorozatban voltam. Hát nyugodtan mondtad címeket, mert én arra emlékszem, hogy 200 első randi például. És voltam hogy fűzem össze, voltam Barátok közt jobban, rosszban. Igen, de ez nem csak a drága örökösökre vonatkozik. És nem csak a drága örökösökre vonatkozik, valóban föltűnök a tévé képernyőjén időnként és a filmvásznon is. Hát én azt gondolom, hogy az a kegyelmi színházi állapot, amiben én még kezdtem a pályát 81-ben, hogy van egy társulat, van egy városnak a színháza, vagy Budapesten sok színház, és van társulat, és gördülékenyen folyik a munka, és egy-két vendég föltűnik a társulatnál, mondjuk de akkor ilyen nevek jöttek szóba, hogy Mensáros László átment egy másik színházban, meghívták, tehát hogy akkor az azért igen, valami volt. Például Pécsen is volt vendég, és én ott ültem, és néztem, és szívtam magamba a pillantokat. Ma már a színházak nem ebben az állapotban vannak, hanem a színészek nagy részt szabadúszók, és minden színházban kipróbálják magukat. Ez egyrészt jó, másrészt nagyon izgalmas csapatok tudnak összejönni, igen, olyan emberek, akik nagyon régen dolgoztak együtt, vagy még nem dolgoztak. Másrészt a színházaknak az üzem menetében ez azért elég nehéz, sok nehézséget okoz, és van egy-két színház, amelyik valóban nagy társulattal rendelkezik, például a Víg Színház, vagy a Nemzeti Színház, vagy a Madár. De ma már elég igen, kevés. Egyébként én azért is hoztam szóba, és aztán természetesen visszamegyünk Budaörsre, mert
Egyrészt jó, másrészt nem. Ezt említetted, de valamiféleképpen mindig azt mondják, hogy felhígult a szakma, meg minden, ez jó, ez bizonyos fokig lehet, de kénytelenek, azt hiszem, nagyon-nagyon sokat nyújtani saját magukból és a saját művészetükből, és ha maradunk a te példádnál, a sokoldalúság. Tudnilik, hogyha te próbálsz egy drámát, akár mint rendező, akár mint színész, az abszolút más, mint mondjuk egy tévésorozatban, ahol most nem akarok butaságot mondani, de egy fél nap vagy 3 óra van felkészülés, hogy aztán gyorsan menjen a folytatás. Szóval itt, hogy is mondjam, csak valahogy nagyon az utóbbi években csiszolódott azoknak az agya ilyen értelemben, akik ennyiféle munkát el tudnak vállalni, nem? Hát mindenképp erős tréningben kell tartania ugye? Magát az ember. Tehát mint színész nekem olyan állapotban kell tartanom magam, hogy bármikor, bármilyen munka beesik, az képes legyek megcsinálni. És valóban a sorozatoknál, a tévés produkcióknál egy-egy jelenetre mondjuk 20 perc jut. Egyszerűen kemény gyártási terv van, tudni kell az embernek a dolgát. De ez szerintem színész értelemben jó dolog. Persze, hát na. Jó dolog. Sok mindent lehet csinálni, de készen kell rá lenni. Hát akkor most legyünk rá készen mi is arra, hogy bemutatók Budaörsön, de én ezt direkt megnéztem itt a repertoárt, hát ebben itt február-márciustól kezdve minden van, hát és éppen március közepe, amióta be kellett zárni a bótot, de itt például még a 18-19-es bemutatók, illetve darabok is vannak. Nem tudom, hogy ebből most az idén, vagy ebben a szezonban mennyi maradt meg, mert volt itt tavaly Kódus Opera, meg Egerek és Emberek, meg sok minden. Hogy mi az, ami nincs, vagy ami megmaradt? Megmaradnak ezeket, amik most fölettek sorolva. Igen, például az egyik, ami engem is érint, és egyik nagyon kedves előadás, az az Egerek és Emberek. Egerek és Emberekből. Október 14-én már játsszuk, tehát fel lesz újítva, és pótoljuk az elmaradt előadásokat. Egyébként mindenkinek teljes szívemből tudom ajánlani az előadást. Berzsenyi Bellag Ádám, az igazgató, rendezte. Egy nagyon tiszta, nagyon, nagyon könnyen befogadható, de a jó értelemben szoktam ezt használni, könnyen befogadható. Tehát két olyan színész játékára épül, a Böröndi Bence és az Íj és Robi párosára épül, akiket nem lehet úgy nézni, hogy az embernek ne legyen párás a tekintete. Fantasztikus előadást nyújtanak, és a többi kolléga is, aki benne van, a legletisztultabb színészi jelenléteket látjuk a színpadon. Van szerencsém benne lenni, én a főnököt játszom, a munkások főnökét. Nagyon szeretem, ő is októberben már lesz a Kódus Opera is felújítva, és is most készül éppen szeptember elején a Figaro házasság, amit az Alföldi Robi rendez, de már elkezdték próbálni a Születésnap című Dán Dogma filmnek a film színpadi változatát, az Belsőci Réka rendezi, tehát elindult a színház, én pedig készülök a Erik Kastnernek az Emil és a detektívek című regényének egy teljesen új adaptációjára, egy musicalre, ami Emil és a ... címmel lesz műsoron. Nyitrai László zeneszerzővel, Máté Zsolt dalszövegíróval, Lőkös Ildikó dramaturggal, akit állandó munkatársamnak mondhatok, együtt szoktuk elkövetni a színházi tetteinket, készítjük a szövegkönyvet, a teljes társulat benne lesz, kiegészül még fiatal színész csapattal, és egy nagyon furcsa időjáték lesz ez. Tehát az Emil és a detektíveket nyilván mindenki ismeri, kötelező olvasmány volt, egy nagyon népszerű 1929 óta volt módunk megismerni művet. Nekem pedig van egy elképzelésem arra, hogy a mából, amikor Ebil 80 éves, és egy intézetben van, és a demencia jeleit hordozza, mondhatni demens, hogy ő bizonyos pillanatokban hogy megy vissza a múltjába. Időutazás lesz. Egy időutazás lesz, ezt váltogatjuk az idősíkokat, gyakorlatilag az Emilen kívül mindenki váltogatja a szerepeket, mert éppen az Emil őt kinek látja. Tehát egy nagy és egy végtelenül szoros
összmunkára számítok, tehát egy nagy közös munka lesz. Hát el is hiszem, hát mindenféleképpen, és hát most már igaz, hogy augusztust írunk, de hát színházi mércével mérve nyakunkon a szeptember, mert abszolút. Azért a próbaidőszak az mindenféleképpen nagyon fontos, és főleg azért mondom, mert ugye az egyeztetés, hát itt is azt hiszem, nem hogy most nincs munka. Az, hogy 10-től 2-ig, vagy mit tudom én, 2-től délután. Amikor kóra, lehetőség van próbálni akkor, kell, és amikor mindenki kell. Ráér. És mondjuk foci meccset lehet rendezni zárt kapuk mögött, de színházi előadást az elég nehéz. Nem szerencsés. Nem, noha itt most éppen a járvány időszakában nagyon sokan próbálkoztak mindenhol, otthonról feltöltötték, stb. De hát szóval ez nem az igazi. És, a színház és az egy... És publikum nélkül nem ér semmit. Igazából nem hívhatjuk színháznak. Ez az. Akkor minden színház megpróbálkozott az online közvetítésekkel, minden, de a színház az az, hogy én ott vagyok, velem szemben a néző, egy levegőt szívunk, hogyha patetikus akarok lenni, azt mondom, hogy egyre dobban a szívünk, pontosan. És megéljük a pillanatot, és azt viszük, és az megismételhetetlen. Nincs egy előadás sem hasonlít a másikra, még ha ugyanaz a darab is, az este pillanata. Na és a reakció, a visszajelzés. Bizony. Éppen egy zenész ismerősömmel beszéltünk, most a zenészek is kapnak különféle igen. juttatásokat, miután nem lehet nagy koncertet tartani, hanem garázskoncertek igen. vannak, vagy pedig üres ház előtt, de hát ők azért előadják. És ő éppen azt igen. mondta, hogy ha én fölmegyek a színpadra, és ott a közönség, akkor látom, mi van. De nincs ott a közönség, fölmegyek a színpadra, azt mondja, hogy magamnak gitározzak. Igen, egészen meg. Tehát, hogy ez így van. Szükség van erre az interakcióra. Hát ideje, azt hiszem, hogy ebből bárminél előbb ki tudjunk lábalni. És ha már itt a színház és a bemutatókat mondtad, én meg azért néztem a repertoárt, mert én szerintem öröm egy olyan színházban dolgozni, most nem csak úgy értem, hogy játszani és rendezni, hanem gondolom van időd nézni más előadásokat is, mindjárt. Ugyanott, és máshol is, hogy az a fajta sokszínűség, erről a párosról jutott eszembe a két fiatalemberről, mert itt van a két Lotti is például, igen. Hogy vagy akár a Lilian Fit említeném, hogy, és ezt te mint művész, hogy érzed? Kikapcsol az, hogyha például egy olyat megnézel, amiben nem vagy benne, vagy ilyen értelemben semmi között hozzá, azt is kérdezhetném, hogy szeretsz színházba járni? Én imádom nézni a kollégákat, és én egy nagyon hálás néző vagyok. De tényleg abszolút le tudok vetközni mindenféle szakmaiságot, beülök, és hagyom, hogy hasson az előadás. Például, ha már említetted a Lilian Fit, 5-ször láttam. Nyilván nem néztem volna meg, hogyha nem olyan élményt ad nekem az a fergeteges előadás. A két Lotti szóba került az a társulattal, ugye én dolgoztam tavaly, és rendeztem a Édes Mostoha című zenés darabot, szintén Lőkös Ildikóval követtük el, a Lakner Artúrnak a könyvéből adoptáltuk. Én nagyon szeretem nézni, és elmegyek a világ végére is, hogyha az van, hogy színházat lehet nézni, és annál én ritkán vagyok boldogabb, amikor azt látom, hogy kollégák jók, hogy jó van a színpadon, amit látok. Az egy csoda. Tehát, hogy én nem csak művelni szeretem, hanem nézni is. Hanem nézni is. Hát akkor még egyszer a rendkedvéért azért a két bemutatót légy szíves említs, tehát egyszer vagy hármat. Egyszer van az Emilés a... Az Emilés a, ez január 23-án igen. lesz. Akkor most, ha jól emlékszem, szeptember 5-én van a Figaro házasság a bemutatója, és októberben, most elnézésért nem tudom, a pontos dátumot, akkor van a születésnap bemutatója. Uh-huh. Igen. Jó, hát akkor most azon kívül, hogy Budaörsi Latinovics Színház készülődsz a közeljövőben valamelyik más színházba is fellépni, vagy dolgozni? Dunaújvárosban most fejeztük be a Bartók igen. Színházba a Sándor Mátyás új magyar ősbemutató musicalnek a próbáit, ami 29-én lesz a Kult kikötőbe Balatonbogláron egy előbemutató, és szeptembertől játszunk. Fantasztikus csapattal, fantasztikus szerepet játszhatok benne. De közben a Vidám színpadon elkezdődnek a felújításaim, szóval megy a pörgés. Megy a pörgés. Hát akkor Budaörssel kezdtük, és akkor Budaörssel is fejezzük be. Szívem csücske. És szíved csücske, és nyilván ott is, mert ezt hallottam nem csak ott, hanem más színházaknál is, hogy azért a járvány és nincs közönség, azért nagyon sok olyan munkálatot el lehetett végezni, akár színpadi munkákat, festést, mázolást, bármit, mindenhol azért csináltak. És most a nagy sóhaj után
hogy ismét végre, mert minden színész már így várta, hogy most már, és nem csak azért van gázsi vagy nincs gázsi, hanem hogy tényleg színpadra léphessen, és nagyon sokan, gondolom Budaörsön is így volt, hogy besegítettek itt a kényszerhelyzetben, hogy a színház egy kicsit jobb állapotban tudja folytatni a munkát, mint ahogy kezdte. Egyrészt abba is, és abba is, hogy például budaörsi kollégák hordták az élelmet azoknak az idős embereknek, akik a karantén idején otthon voltak. Tehát a színház a város életében is elég keményen részt vett, és közben természetesen elvégeződtek azok a felújítások, hogyha elindul a munka, akkor arra már ne kelljen időt fordítani. De ez minden színházban. Igen. Művész úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Akkor hát a nézők nevében is mondom, hogy minél többet és sok-sok sikeres munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm.